Hagyományos módon szalmával pörkölték és csutkával tisztították meg a 4 éves jószágot. A Landrász Durok keverék a tanya környéki legelőn nőtt fel, aminek köszönve szinte alig volt szalonnája. A sonkája, majd azt megválmutatik, a sonkája körülbelül ilyen 27-8 kg van benne biztos. A szalonnája, hát nincsen 3 centi szalonnája. Tiszta hús, úgyhogy nagyon szép jószág. Hagyományos disznóvágás Bánátban már alig van. Hogyha valaki rá is szánja magát a disznóvágásra, akkor is hentest fogad, és azt szeretné, hogy az a lehető leggyorsabban befejezze a feladatát. Ilyesmire nem nagyon értünk, vagy érünk rá, pedig ez a családnak a összetartása, a fennmaradása lenne, de mondom, ez a dinamikus élet valójában ezt valahogy, hogy nem érünk rá a társalgásra, mert ennek annak idején az volt az alapja, hogy összejött az egész, mondjuk egy 30 tagú nagy család, és akkor az elkezdődött hajnalba, és akkor az befejeződött valamikor késő éjjel. A muzsiaiak egy csoportja azonban igyekszik a disznótor hagyományát megőrizni és továbbadni. Még az egészség engemet szolgál, csináljuk. De akarom ezt hagyományosan, itt vagyunk ilyen hagyomány, ez a szakácsok, már mondjam, ilyen versenyre szoktunk járni. Sajnálom, hogy a többi kollégákon nem jöttem megint ez a kora miatt, hogy minél kevesebben ügyünk itten. De remélem, jövőre, ha megérjük, akkor összünk többe. A közösség életet segítette a disznótoros paprikás, amelyből mindig jutott a szomszédoknak is. Aztán, ha a szomszédban volt disznótor, akkor az is viszonozta a kóstolót. Hát így első megdínszítjük a hagymát zsírba, és aztán beletöttük azt a hús, meg minden, amilyen részek vannak benne. Kicsit kavargatni kell, azért meg az előtt mondtam, mert van rajta némelyik húson bűr is, azt akkor nehogy oda kapja szélre, akkor az odaég, azt akkor nem jó. A disznótori hagyomány eltűnéséhez az is hozzájárul, hogy a bánáti falvakban egyre kevesebben hízlalnak sertést.